Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 25-én teli hold van. Ezen a napon este 11 órától kezdve tartok egy teli hold szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó konkrétan, erről beszámolok ezen a felvételen. Mit jelent egy teli hold? Amikor a nap és a hold szemben áll egymással. A holdnak ugyanis nincs saját fénye. A hold a fényt a naptól kapja, és amikor szemben vannak, a nap megvilágítja, és látjuk az egész holdat, teli hold van. Ezen a napon, tehát január 25-én a nap egy kapcsolatban áll természetesen a holddal, és kapcsolatban áll Jupiter bolygóval. A hold szintén kapcsolatban áll Jupiter bolygóval. Ez a kapcsolat nem túl jó. Ezek lehetnek nehézségek, feszültségek, és miről van szó konkrétan? Jupiter bolygó tulajdonképpen a szerencse bolygója, adja a lehetőségeket. De ha nincs jó kapcsolat, mint most ennél a teli holdnál, akkor lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok, amikor nem merünk lépni, nem élünk a lehetőségekkel. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, de mutatja az igazságtalanságokat is, amit ez a teli hold most megvilágít. És pontosan arra kellene most odafigyelni, hol, milyen életterületen éljük ezt át, az igazságtalanságokat. Ezek lehetnek politikai események, vagy átéljük ezt a munkahelyen, vagy a családban, vagy a baráti körben, vagy a párkapcsolatban. Mindenki máshol éli ezt át. A teli hold most megvilágítja ezeket a témákat, hiszen ez blokkol bennünket. Egyrészt a félelmek, mert nem élünk a lehetőségekkel, félünk egy új kezdettől vagy változásoktól. Azon kívül, ami még blokkol bennünket, hogy valahol valamilyen életterületen igazságtalanság ér bennünket. Miután ezt megnézzük, akkor tudunk rajta változtatni. Jupiter bolygó az asvéni holdházban van. Ez az asvéni holdház azt jelenti, hogy most megvan a lehetőség arra, hogy rendezzük a dolgokat, megvan a gyógyító erő, és miután ezeket a problémákat megoldottuk, akkor lehet egy új kezdet. A hold, az a pushia holdházban van, ami jelenti a bölcsességet, okos döntéseket, és jelenti az igazságot. Azt kell megnézni, hol éljük ezt át, az igazságtalanságokat, hogy tudnánk ezt rendezni. Miután ez rendeződött, akkor lesznek okos döntések és változások. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója. Kihat a párkapcsolatra. Vénusz ezen a napon a Mula holdházban van.
Ez a mula holtház, ez utal a gyökerekre, az alapokra, a biztonság érzetére. Ez is egy fontos téma most ennél a teli holdnál, hogy legyen egy biztos párkapcsolat, és különösen nálunk hölgyeknél fontos a biztonság érzete. És mivel itt igazságtalanságokról is szó van ennél a teli holdnál, ezekre a dolgokra is oda kell figyelni, hogy tudjuk ezt rendezni, hogy meglegyenek az alapok, a biztonság érzete, hogy ki tudjunk építeni egy tartós párkapcsolatot. A hold, az a Puszhija holdházban van, az jelenti a bölcsességet és az igazságot. A hold az indiai asztrológia szerint a rák jegyében van, ebben a Puszhija holdházban. Tehát a rák jegye is egy fontos téma most ennél a teli holdnál, és szimbolizálja az érzelmeket, a családi kapcsolatokat, egy biztos otthon kiépítését. Amikor én a rák jegyére gondolok, és az otthonra, a családi kapcsolatokra, én megemlítem itt mindig a belső otthont is. Ez olyan, mint egy tempel. Amikor meditálunk valami felett, amikor érezzük ezt a belső forrást, a kapcsolatot az égi hatalommal, ez is egy otthon számunkra, ami adja a belső erőt. A nap az szemben van a holddal, mint mindig egy teli hold napon. A nap a bak jegyében van. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik. Itt reális dolgokról van szó. Ki lehet építeni az alapokat. De ha félelmek vannak, az blokkol bennünket ebben. A hold a víz elemében van, tehát a hold energiájánál érzelmekről van szó, és a nap a föld elemében, ahol reális dolgokról van szó. Tehát a kérdés az, hogy tudnánk megvalósítani az álmainkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket. A bak jegye jelenti a terveket, az elképzeléseket is, azt is, hogyan tudnánk ezt megvalósítani. De mivel itt Jupiter bolygó egy kicsit zavarja a dolgokat, mert igazságtalanságokról van szó, vagy félelmekről, hogy nem tudunk élni a lehetőségekkel, mert ott vannak a bizonytalanságok, hogy jól alakul-e minden. De most ennél a teli holdnál az is fontos, hogy ne adjuk fel a terveket. Akkor is, ha vannak nehézségek, problémák, valamit átélünk, ami igazságtalannak tűnik, vagy vannak még félelmek, különösen, ha változásokról, vagy egy új kezdetről van szó, az a fontos, hogy legyen meg a belső erő, a kitartás, hogy tényleg el tudjuk érni azt, amit most mi elképzelünk. Ezek változások, munkahelyi változás, vagy lakhelyi változás, de az is fontos, hogy a párkapcsolat területén legyen meg az otthon, a biztonság érzete, hogy ki tudjunk építeni közösen valamit, akkor is, ha még vannak nehézségek. És ezekről a témákról van szó ennél a teli hold szertartásnál. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderra!